Sziasztok! Akkor folytassuk az ismerkedést a mesterséges növényvilágítás tervezésével. Ugye az előző részben megnéztük azt a két alapfogalmat, ami rendkívül fontos ahhoz, hogy megértsük azt, hogy hogyan kell lámpát választani. Ugye ez volt a DLI és a PPFD, tehát a Daily Light Integrál napi fényösszeg és a PPFD, ami a fényforrásunkat jellemezte, az a photosynthetic photon flux density, azt mondjuk fotoszintézis kiváltó fotonok áramsűrűségének lehet nevezni. Ez jellemzi a fényforrást, és ilyen információkat adnak a lámpagyártók, az izzógyártók. Nekünk ugye ez egy ilyen térkép formájában, ez volt a PPFD map, PPFD térkép, ami alapján ki lehet választani a fényforrásunkat. Na most akkor menjünk tovább. Ugye nem feltétlenül igaz az, hogy mindenki csak egy zárt helyen akar növényeket termeszteni a fényszegény időszakba. Én is úgy tervezem, hogy kint a szabadban akarom a növényeimet termeszteni, növelni, nevelni. Kimondottan az őszi-téli időszakra gondolok. És ilyenkor minden egyes kis fény részecske jól fog jönni. Hogyha kisüt a nap, annak csak örülünk télen is és ősszel is. Ezért lehet spórolni a világításon, ugye lehet optimalizálni magát ezt a világítást, ezt úgy lehet megtenni, hogy felhasználjuk a napfénynek a fényét. A múltkori részben volt egy ilyen fél mondat, hogy a napfényt is, tehát a fényforrást is jellemzi a DLI érték, ez talán félreérthető volt, hiszen a növényeket jellemzi, mondtam én. De ugye a napfény is azon a hullámhoz tartományon, ugye ez volt a fotoszintézisre hasznosítható hullámhoz tartomány, ez volt az a 400-tól 700 nanométeres tartomány, hogy sokadjára mondjam. Ez természetesen ugye a napfényben is megtalálható, és a növények ezt tudják hasznosítani télen is, és ezt ugyanúgy egy DLI értékkel lehet jellemezni, tehát hány mol négyzetméterenként naponta érkezik a napból ebben a hullámhoz tartományban. Ilyen adatok is elérhetők, és ez a mondat sajnos nem igaz, ugyanis ilyen adatot nagyon nehéz beszerezni. Ez a két kis Európa térkép, ez az Osram oldaláról származik, és mindenféle copyrightos felirat van rajta, és ráadásul ilyen villogó animációban jelenik meg, úgy kellett ki print screenelnem, és baromi rossz minőségben érhető el. Más dokumentumban ez nem is található meg. Sőt, az Osram is kiemeli, nekik van egy ilyen kutatási oldaluk, az Osram kiemeli azt, hogy ezek az adatok nem elérhetőek, és sokáig nem is voltak elérhetőek. Európára kimondottan nem érhető el ilyen adat. Ilyen havi pontásban ilyen térképek az USA-ra például már rendelkezésre állnak, de már láttam Olaszországra külön. Ha jól emlékszem, az Osram is ilyen holland és belga területeken végzett kísérleteket, tehát onnan származnak ezek az adatok. De mivel ábrázolják ugye a térképen Magyarországot, így mi most ezt fel tudjuk használni. Sajnos csak egy sávot adnak meg, ugye én itt már kiemeltem, lehet látni, ez a decemberi időszakot mutatja, itt ebbe a tartományba esünk, tehát 5-10 mol per négyzetméter nap a beérkező napfénynek az ilyen intenzitás, hogy próbálom fölemelni, hogy lehessen látni, így ki is tartom, hogy lehessen jobban megnézni, remélem rá fókuszál ez a telefonnal, veszem föl a telefon. És a nyári időszak, ez ugye a július mutatja, itt lehet látni, hogy az élénk sárga és a halvány sárga határán van Magyarország. Ez a 40-45 és 45-50 között van, tehát hogyha nyugodt szívvel fel lehetne venni a 45-ös értéket, de ha biztosra akarunk menni, akár a 40-est is vehetjük. Ugye az már egy kicsit az észak-európait lehet látni, hogy az már a lengyel területekre és a Németország északi részére esik. Tehát azt jellemzi inkább. Míg ez a 5-10-ből is inkább mondjuk az 5-ös felé esik, Magyarország mondjuk olyan 6-7-et vennék föl, hogyha kellene interpolálni a két érték között, de ha biztosra akarok menni, akkor a 40-et és az 5-öt fogom választani. Azért, hogy megkülönböztessük a növényeknek a déli igényétől, egy kis N betűt fogunk majd oda tenni, mint mondjuk, hogy napfény, vagy természetes, naturális fény, ezzel fogjuk megkülönböztetni.
Na most még mi az, ami ugye a múltkori részből kiderült, fontos volt, az természetesen az, hogy mennyi ideig tart a besugárzás ezzel az adott hullámhoz tartományba eső fényjel, mivel a napfényről van szó, ez az információ esetünkben a nappalnak a hossza lesz. Az, hogy nem fog megegyezni a nappal hosszával a besugárzás, az nyilvánvaló, de most első körbe vegyük fel azt, most meg akarok mutatni valamit, hogy hogyan lehet eldönteni egy adott növény esetén, hogy az év milyen időszakában szükséges kiegészítő, mesterséges növényvilágítást alkalmaznunk. Ide már felrajzoltam egy ilyen diagramszerűséget. Ennek a vízszintes tengelyén az év napjai vannak, havi bontásban, majd januártól decemberig vannak most ide beírva, de lehetne akár úgy is, hogy az évszakok szerint, vagy mondjuk a nyári időszakkal kezdeni, és akkor a középre kerülne a tél, meg az ősz, de ezt mindenki el tudja képzelni. Most ez ugye jó így, mert megszoktuk azt, hogy így vannak az napok a naptárban. Ezen a tengelyen, ugye ez két tengely van itt, hogyha megnézitek itt, ez a felső, itt felfele nőnek az értékek, itt meg lefele nőnek az értékek, mert senki se lepődjön meg. Itt fogjuk a déli N értékeket feltüntetni, itt lesz a DLI, és csak hogy írjuk oda a különbségnek, hogy ez N-nel fogom jelölni, ez a napfény. Itt ugyanaz a mértékegység van, tehát itt ez a mol foton per négyzetméter naponta. Ugye ez a napi fény összeg, mondjuk így, és akkor ezen a tengelyen pedig a nappalnak a hosszát fogjuk feltüntetni, mert első körben azzal közelítjük, hogy ilyen déjelivel ennyi ideig sugározzuk be naponta a növényeinket, tehát ez óra per nap mértékegysége. Na, hát melyikkel kezdjük? Ugye a déjeli az itt meg is van, kezdjük ezzel, tehát a januári időszakban olyan 5 körül van ez az érték, ugye itt a 0 és a 10, akkor az 5 az itt van, innen indulunk. Ez december végén ugyanennyi, tehát az pedig itt van, körülbelül. És ugye a júliusi időszakban akkor legyen 40. Én feltételezem, hogy a napjárásával megegyezik ennek a minimum és a maximuma, ugye? Tehát a decemberben van a téli napforduló, és június végén van a nyári napforduló, ezért én inkább ide a június-július elválasztóra tenném ezt a 40-et, mondjuk valahova ide. És akkor ebből az is következik, hogy a márciusi napi egyenlőségkor van a kettő között mondjuk fél úton, az ugye 45-nek a fel az ilyen 22, és itt a 25, akkor az mondjuk kb. Ide jön neki, és ugyanígy a szeptember végi napi egyenlőségkor van a másik. És akkor hasonlóan, mint ahogy a nappalok hossza változik, ez is valahogy így néz neki. Ugye itt áthalad ezen, valami ilyen lesz ez a rész, itt pedig így domborodik, már elrontottam, de nem baj. Itt meg valahogy így fog majd festeni. Ezek most csak skiccek, ha valaki szeretné ezt pontosabban is felrajzolhatja. Ez csak ahhoz kell, hogy elmagyarázzak valamit, amit én úgy gondolok, hogy jól gondolom, aztán majd lehet róla vitázni. Tehát ez a DLI-nek a lefutása egy év során. A nappal hossza az pedig olyan, hogy júniusban a napfordulókor kb. 16 órás nálunk a nappal, és a téli időszakban pedig 8,5 órásak a nappalok, tehát ez pedig itt van. Ugye szintén a decemberre ez ide fog befutni, és a márciusi napi egyenlőségkor, ugye a napi egyenlőség, az pedig ugye 12 óra, és ugyanez szeptemberben is igaz. Az pedig így néz ki. Hát itt is valamilyen görbét kapunk, ott áthalad, és akkor ez valami ilyen. Ugye, hogyha nem kézzel skiccelnék, akkor ez egész jó is lehetne, de szerintem mindenki érte a lényeget. Tehát valahogy így fest egy DLI napfény és egy T napfény görbe nálunk. Na most ezek miért fontosak? Ugye, ha emlékeztek, rá volt a spenótunk. A spenót, ezt megpróbálom megtalálni. Spenót, spenót. Itt a spenótunk.
A spenót az azt szereti, hogyha 15-17 mol per négyzetméter nap intenzitású fényt kap. Ezt ugye, ha biztosra akarok menni, a nagyobb értéket választom, a 17-et. A 17 a déli N görbén, ha feltüntetem, az valahol itt van. Ugye párhuzamost kell húzni, tehát a 17 és felett kell behúzni. Ez itt a DLI spenót, egyenlő 17. És azt is mondja, hogy 12-14 óra világítást kér ebből a fényből, tehát akkor a 14 óránál is beúszhatjuk ezt a vízszintes vonalunkat. És nézzük meg, hogy mit kapunk. Tehát először is értelmezzük itt ezt a, tehát ez a T spenót egyenlő 14 óra per nap, ez pedig 17 mol foton per négyzetméter nap. Most, hogyha megnézzük, ugye itt a 40 volt ennek a teteje, ennek a görbének, és az 5 az alja. Ezen a tartományon, ha megnézitek, itt a DLI N az nagyobb, mint a DLI spenót. Itt pedig ezen a tartományon a DLI a napé, az kevesebb, mint a DLI spenót. Tehát ezeken a tartományokon feltételezhetően, tehát ez innentől idáig, most elrepült az összes papírom, mert kinnülök a napon, tehát március elejétől mondjuk október elejéig, vagy közepéig több napfény tud, több DL-it produkál nekünk a nap, mint amennyit a spenótunk igényel, viszont az október közepétől egészen február végéig, március elejéig kevesebbet. Tehát ebben az időszakban nincs annyi intenzitású fényünk, mint amire a spenótunknak szüksége lenne. Nézzük meg azt, hogy mi van a besugárzás időtartamával. Ugye a 14 órát ugyanígy, ha visszavetítjük erre a naptárra, nevezzük így a naptárra, ez is két tartományra osztja az évet. Ugye augusztus végétől egészen április elejéig kevesebb fényt nem tud annyi ideig, tehát a TN itt kevesebb, mint amit a T spenót igényel. És ezen a tartományon, ugye 16 óra a max, ezen a tartományon a T nap, vagy természetes fény, az több, mint amit a T spenót igényel. Tehát ezen a tartományon, azaz április közepétől augusztus közepéig, végéig, ott pedig rendben vagyunk világításilag. Hogyha ezt egy kicsit be is színezgetjük, akkor rögtön lehet látni, hogy három tartományt lehet kijelölni. Ugye ezen a részen az időtartama is jó, és a DLI-je is jó, tehát az ez a rész, ez tuti biztos, hogy mindegyik jó. Van egy tartomány, ahol nem jó az időtartam, és nem jó a DLI sem, az innentől indul és megy egészen eddig. És van egy olyan tartomány, ahol már jó a DLI, de az kevés a fénynek az időtartama. Az pedig ez a tartomány. Tehát azt lehet mondani, hogy ugye ezek a tartományok úgy festenek, most ide mellé megrajzolom. Igen, én szeretek így színezgetni, de bízom benne, hogy mindenki türelmes lesz, és mindenkit kárpótol, hogy végre lesz egy ilyen összefoglaló. Én meg bízom abban, hogy ez vitaindítónak nagyszerű lesz. Tehát a zöld tartomány az az volt, ahol a DLI N az nagyobb, mint amit igényel a spenóton, DLI spenót, és a TN az nagyobb, mint amit a spenót igényel megvilágítási időtartamba. Itt se nem
Az intenzitással, se nem az időtartammal nincs probléma. A sárga tartomány az olyan, ugye ez a sárga tartomány, ahol már jó a DLI, itt nagyobb, mint amit a spenótom igényel. Tehát ezek azok a tartományok, ahol a fénynek az ezen a hullámhoz tartományon a beérkező foton mennyisége megfelelő, tehát elegendő mennyiségű fényt kap. De itt az időtartammal gond van, tehát a TN az kevesebb, mint a T-spenót. Tehát a besugárzásnak az időtartama viszont kevesebb, mint amennyit szeretett volna a spenótunk kapni, és ahogy haladunk az őszi időszak felé, a tél felé, és ahogy haladunk a tél felé, a tavaszból visszafele, ugye ez a különbség egyre nagyobb. Tehát ez az, ahol biztosan kell részben világítani kell, tehát mesterséges fényt kell adni. Tehát itt részben kell világítani. Ugye miért csak részben? Mert nagyobb intenzitású fényt kapunk, de rövidebb ideig, tehát már elképzelhető, hogy elegendő az is. A piros tartomány viszont az olyan, hogy a DLI-N az kevesebb, mint a DLI-spenót, és a TN is kevesebb, mint a T-spenót. Itt a teljes időtartamban, vagy ugye részben, de itt az időtartamot is, és az intenzitást is pótolni kell. Tehát itt kell világítani. Itt pedig ugye a zöldnél itt nem kell. No, ezeket így lehetne használni, ugye? És akkor már csak az a kérdés, hogy hogyan lehet mégiscsak méretezni, hogyan lehet ezt a DLI-N-t felhasználni. Hogyha emlékeztek rá, most keresek itt, ezt egy kicsit odébb tolom. Hogyha emlékeztek rá, hogy hogyan számoltuk a PPFD értéket, ide fogom felírni. Tehát volt, ugye a PPFD-t azt úgy számoltuk, hogy ugye 278-szor, tehát körülbelül 278-szor a DLI per a T. Na most hogyan lehetne figyelembe venni a DLI-N-t? Hogyan vegyük figyelembe? A DLI. Ezt elloptam. A DLI-N. Hát nagyon egyszerűen, én egy nagyon egyszerű módszert javaslok, és nem fogok törődni azzal, hogy van egy bevilágítási időtartam a napfénynek. Házi feladat mindenkinek, hogy ezen gondolkodjon. Tehát csak a DLI-N-t veszem figyelembe. El is magyarázom, hogy miért csak azt, akkor a PPFD, mondjuk ez legyen ennel jelölve ez is. Ezeket most találom ki, ezeket a jelöléseket. Egyszerűen azt kell csinálni, hogy a 278-szor a DLI-ből, ugye ez a növénynek a igénye, levonom azt DLI-N értéket. Mert mit is jelent a DLI? Az egy fotonoknak a számát jelenti, egy anyagmennyiséget jelent, ugye molban van. Tehát amennyit igényel a növény, abból levonhatom azt, amit a napfény által kapunk, viszont nem akarok a megvilágítási időtartamon spórolni. Tehát ide azt írom be, amennyit a növényem igényelne. Mert ugye lehet olyan eset, és akkor most magyarázom meg, hogy miért nem veszem figyelembe a TN-t is. Egyszerűen azért, mert az őszi-téli időszakban
annak a megvilágításnak az időtartama az egy hatalmas nagy lutri, tehát sok esetben borús az idő. Ezek a déli értékek, ugye ezek átlagértékek, tehát ezek hosszú időtartamnak az átlagai, viszont elképzelhető egy olyan periódus, olyan időszak, amikor ez, hogy süt a nap, tehát fönt van a horizont fölött a nap, az viszont nem mindig folyamatosan süt akkor a nap. Sokszor borús az idő. Egyszerű. Tehát ezzel lehet számolni, mert ez átlagosan igaz, ez viszont nem igaz, mert az nem igaz, hogyha télen fölkel a nap, akkor 7 percre süt egész nap. No, és akkor ez, hogyha itt most csak ezt a déli end veszem figyelembe, tehát volt ez a példánk, ugye ez a spenótos példa, ebben az esetben mit jelent? Ugye ott, hogyha emlékeztek, a PPFD érték az 200 helyett, bocsánat, megpróbálom megkeresni itt a lapjaim között, az 300-tól 400 mikromol per négyzetméter szekundon volt, az 300-tól 400 mikromol per négyzetméter szekundum volt, és hogyha most a DLI N egyenlő 5, ugye ez a minimum nálunk télen, mol per négyzetméter napot figyelembe vesszük, ezzel a PPFD N-nek az értéke, ezt ki lehet számolni, mindenki számolja ki, ugye egyszerűen le kell majd vonni azt az 5-öt, ezzel a PPFDN értéke az 278 lesz a maximum, és 199 a minimum, tehát 200-tól 280 mikromol per négyzetméter szekundumra változik, tehát lehet látni, hogy jelentősen kevesebb lesz ez az érték. No, hát ennyi lett volna a második rész. Most még egyelőre nem terveztem harmadik részt, el kell mérnem egy kicsit a lámpák világában, na meg ugye azokat meg is kell táplálni, hogyha kültéren akarom használni, akkor annak vízpára, por és minden állónak kell lennie. Ugye nincs olyan felügyelet alatt, hogy állandó ott áll mellette valaki, mint mondjuk lakáson belül, mondjuk egy polc résznek a bevilágítása teljesen más történet, mint egy fából készült szerkezet, ami kint van szabad téren, és ugye sokkal nagyobb területről is van szó, tehát egyelőre most itt ennél a második résznél véget ér a történet. Én tervezem azt, hogy utána járok, hogyan lehet ezt megoldani, és az, hogy hogyan szokták ezt megoldani mások, akik úgymond a téli időszakban valóban termelnek növényeket. Köszönöm szépen a figyelmet, örülök, hogy itt voltatok, és legyetek szívesek feliratkozni a csatornámra, bízom benne, hogy hasznos infókat kaptatok tőlem. Sziasztok, és találkozunk hamarosan!